Hát a fűnyíró kését azt már sikerült megéleznem, pedig azt hittem, hogy nehezebb lesz, mert hogy le kell venni. De nem kellett. Nem kellett, simán. Simán. Sima ügy volt. De még hátra van pár dolog. Azt mondja, hogy áram van. Minden van. Jó. Hát van ez. Ezt még nem szívesen bántom, mert ez egy baromi jó szág. Ez elég komoly. Nem is nagyon használtuk. Általában az van, hogy ott van velem, de nincs nálam. Tehát ennek a jószágnak az a titka, hogy munkára használhatatlan. Tehát olyan munkára, mint például ez, ezzel kökényet szoktam írtani. Meg a, hát tudom, sokaknak nem tetszik, de a tyúkok nyakát levágni. De én kiműletes kivégzési módot szoktam használni, mert nagyon szeretem őket, szeretetben vannak nevelve, tőle bemegyek a tyúkudvarba. Most így nincs egy darab se, nem kell félreérteni. Csak ugye most visszaemlékszem, hogy hogy zajlott eddig. Bemegyek a tyúkudvarba, és hátamra ugrálnak, meg hát imádnak, meg mit tudom én. De persze eljön a szomorú pillanat, amikor tükül, vagy zame. Van egy tőke, és akkor ugye simogatom egy darabig, aztán vú! Észre se veszi egyébként, mert nem feltételez ilyesmit rólam, hogy ezt majd meg fogom vele tenni. De egyébként az emberiség is így éli az életét, ezt hozzá kell tennem, hogy nem feltételezi, hogy a gazdái ezt megteszik velük, de meg fogják tenni. Na mindegy. Ez kökény írtásra van használva, meg úgy általában bozótos írtásra, amikor erdészeti utat kell építeni, és a láncfűrész mondjuk túl sok, vagy túl kevés, vagy akármi, vagy nem akarok földbe nyúlni a láncfűrésszel, akkor ezzel szoktunk kicsapkodni a galjakat, meg ilyesmi. De hát ez tényleg viseltes, ezen lehet is látni rozsdás, meg tele van földdel, ez nagyon használva van. Mi van? Normális? Na jó, akkor én zajongok mindjárt. Ez meg, ez semmi másra nincs használva, mint hogy itthon van. Ennek az a dolga, hogy itthon van velünk, de nincs nálunk. Ez a meglepetés. Tehát ez mindig olyan helyen van, ahol ott kell lennie. Erről nem beszélek, de most éleznem kell pár dolgot. A múltkor már volt, készültem, csak aztán szarrá lett okolva az egész. Na mindegy, fűnyírót nagyon faszán meg tudtam érezni. És most bele fog fogni. Jaj, de jó, elment. Oké, melyikkel kezdek? A legérzékenyebbel. Oké, ezzel. Ezt imádom. Jó, ezt kérdezik, hogy mi ez? Ez egy puma tör. Kézreálló. Tehát nagyon erősen, hogyha az ember megmarkolja, nagyon sok mindent lehet vele csinálni. Halakat szoktam vele tenni, ilyen 2, 3, 4, 5. Nem tudom, mekkora volt a legnagyobb a... Hú, basszus, ez nem is itthon volt. Elvittem magammal túrára ezt a kést. De hát ez baromi éles mindig. És ezt lehet, hogy nem is ezzel fogom most élezni. Mert ezt mindig nagyon finoman éleztem. Először izével nagyon finom csiszoló papírral, aztán meg bőrrel. Ez tényleg, hát érzékeny az anyaga, úgyhogy lehet, hogy nem ismerek hozzányúlni. Ez tényleg nagyon éles. Tehát, nem is tudom, 10-valahány kilós ponty volt a legnagyobb. De ott elmentünk egy túrára, aztán ott hétvégét ott töltöttük. Láttam, hogy fogtak egy pontyot, kínlódtak vele, hogy most mi legyen, fejbe vágják, mit tudom. Hogy mondom, hagyjátok már békén szegény pontyot, nem kell itt ütni, verni. Aj. Aztán láttam, tényleg normális arcok voltak, főzni akartak. Főzni akartak egy halászlevet, meg ennyit, tóparton voltak, meg stb. Mi a gép ott voltunk. Azt mondom neki, hogy ott volt nálam a kés, hogy bízzátok rám. Oda mentem, a hónom alá kaptam, hát ugye, hogy ne csúszkáljon, újságpapír ide. Betekeltem, benyomtam, fogtam a halat, azt zameg, bazd meg! Ne szenvedjen, érted, itt átvágod egy pillanat alatt, megszűnik az agy, meg a test közötti kapcsolat, érted, a csigolyát, érted,
le is vágtam a fejét egyből, ez tényleg olyan kés. Hát itthon ez, szinte csak erre használom, nem is másra. Van egy tokja, az jó szaka. Na mindegy, hát mindenki tudja, aki szereti a késeket, hogy egy késnek milyen élesnek kell lennie. Ezt lehet, hogy most nem fogom bántani, mert nincs olyan anyagom itthon, amivel ezt most élezni kéne. Mert ehhez speciális csiszolópapír kell, meg speciális bőr. Az most nem itthon van, és ezt most nem fogom létezni. Ezt félreteszem, jó? Oké, ezt nem bántjuk. De! Viszont lesz egy kis munkám. Ahhoz meg kell ez a macséta. És ezt meg mindig így szoktam, hogy Zamek, mi van? Ne? Nem tudom ki, hogy szokta, de én ezeket a fémeket, ez sima fém, ez bádog, vagy nem tudom minek lehet hívni, én nem két oldalról szoktam megélezni, hanem csak egy oldalról, és arra is csiszolok rá, megmondom miért. Tehát mindenkinek más a módszere, a kidolgozott módszere, amit jónak lát, ahogy működik. Tehát én ezt például gyökerek, kökényesek, stb. Csapkodására használom általában. De hogyha mind a két oldalt már próbáltam, tehát ha mind a két oldalt meghúzom, mi van? Mókus. Ha mind a két oldalt meghúzom, flexel, meg mind a két oldalt fölcsiszolom, sokkal hamarabb megy ki az éle. Mármint ezeknél a munkáknál, tehát jó, hát egy tyúknak a nyaka, az nem tétel egy ilyen macséta számára, de hát az mikor történik, egy évben 52-szer maximum, tehát minden hétvégén, ahogy a paraszti kultúrában régen volt. Tehát mi is, amikor voltak itthon tyúkok, nyulak, akkor minden hétvégén vágtam vagy nyulat, vagy tyúkot, mind a kettőt. Így. Igen, az egyik oldalát szoktam csak meghúzni, nagyon finoman. Tehát erőltetni nem szoktam, mert a finom részét már csiszolópapírral végzem el. De már most is, hát persze, már most is lehet érezni, hogy azért elég éles lett. Hát az a lényeg, hogy a másik, igen, a másikat is szeretném megélezni, ugye a fűnyíró. Hát régebben én azt sem tudtam, hogy fűnyírót élezni kell, ilyenek. Tehát annyira azért a hozzáállásom olyan volt, hogy autó. Na csak bíztam benne, hogy nem fog megállni, ne is nem hozzám ki. Oké. Nem ide jött. Szóval, most olyan munkám lesz, hogy egy kicsit erre szükségem lesz. És meg kell húznom, meg fogom csiszolni csiszolópapírról finoman, de tényleg mindig csak az egyik oldalát húzom meg. Amiatt, mert tényleg tapasztaltam, tehát hogy mind a két oldalát meghúzom, sokkal hamarabb kicsorbul. És akkor most előveszem a másikat. Hát ez egy picivel nagyobb jószág, és ennek tényleg munkafolyamatra nincs használva. Az élén is lehet látni, hát utoljára, amikor ez használva volt, akkor a fiamnak az új begyét vágta el, mert olyan helyen tároltam sajnos, hogy nem tudta, hogy hol van. Hát ennek ez a titka. Bejött, belenyúlt, belekapaszkodott valamibe, és az ez volt. És véletlenül. És aztán nem is voltunk itthon ráadásul. Ezt már úgy hívott föl, hogy első segélyben részesítették, aztán vittem be, akkor rohantunk haza, aztán vittem be a kórházba. Na mindegy, akkor szépen szétnyírta az ujját, tehát így belekapaszkodott valami, végighúzta az ujját az élén,
Tehát ebből látszik, hogy én hogy meg tudom élvezni. Ennek csak egy suhintás kell, hogy bármi mást elintézzen, ami nagyobb, mint egy tyúknyaka. De hogy miért kell ezt most megélezni? Mert ránézek, és az időd már dolgozott rajta. Tehát én ezt most szintén ugyanaz a titka, amit szoktam művelni, hogy az egyik oldalát meghúzom, és aztán fölcsiszolom, fölpalidozom, stb. De lehet látni, hogy a rozsda azért dolgozott rajta, mert most hozzányúlok, élesnek élesebb, mint a másik, amit kökényvágásra használok, de ezt másra szeretném használni. Ha használni kell, nem biztos, hogy bármit is fogom használni, de szerintem fogom. Na mindegy. A lényeg az, hogy muszáj ezt is meghúznom, mert látom rajta, tehát így szemmel láthatólag tompa. Tehát ahhoz az élhez képest, amit én látni szeretnék, tehát ez tárolva volt. Tehát annyira nem nagy titok, bedugom egy bokorba, érted? Például... Most jött valaki. Rohadt életbe. Hallom. Igen, indul a szezon, basszus. Igen, érted, ugye mi itt lakunk. Jönnek ki a nyaralók, és minden szírszarért minket szoktak megkeresni. Nincs ezzel gondom, csak most így, hogy az ember beláll egy filmbe, mint tudom, végig akar mondani valamit, aztán hallom, hogy ott valaki beszélget, megáll a házunk előtt, aztán így hallom a nevemet is, hogy mondják, hogy Google, az mit tudom én, akkor biztos mindjárt be fognak csengetni, de a csengő ki van kapcsolva, ki van kötve. Pont ilyenek miatt. Most meg köhög. Remélem, hogy nem találnak be. Na mindegy. Lényeg az, hogy ezt is meghúzom, de ezt már nagyon finoman kell, csak látom rajta, hogy ilyen kis pici, nem is tudom mire használtak. Lehet, hogy a fiam használta, még nem voltam itthon, elővette? Igen, lehet látni, hogy itt azért vannak rajta pici kis, nagyon finom éle, és nagyon éles, nagyon finom éle van neki, és egy picit ki van kezdve, nem tudom mire használta, lehet, hogy valami zöldséget szeletelt vele. Na jó, nézzünk valamit. Ezt hogy csináljuk? Ja, azt már nem fogom megmutatni, hogy csiszoló papírral mit kezdek vele. Hát azt el tudja mindenki csinálni, hogy zsúgyi, emmúgyi, azzúnyúnyúnyú, emmúnyúnyúnyú. Nagyon finoman föl szoktam utána csiszolni. Azt is, meg ezt is, még a fűnyírót is meg fogom csinálni. Így, de viszke, az orram, basszus. Nye. Hallottátok? Nálam például minden szerszámnak van közölnivalója, amikor beindítom. Mit mond ez? Örül? Hát ennek tényleg nem kell sok, illetve mind a kettőn észrevettem, bocsánat, mind a kettőn észrevettem, hogy az igénybe vett rész, az soha nem ez a rész, nem ez a hajlat, vagy mindig ez a 10 centi. Tehát elég lenne ezt is megérezni, ezt a 10 centi, az összes többi békén kéne, hogy hagyjam, de hát ugye a precizitás, hogy az ember, de csak végig futottam rajta, hát ez nem is volt nagyon használva, csak szerintem ami nem voltam itthon, és kint voltam külföldön, de a fiam használta valamire. Tehát azon kívül, hogy az ujját elvágta. De egyébként mekkora húzás volt már. Nem is tudom, hogy igen, lent voltunk a bánki táborban, ő volt a DJ, meg a gondnok, 40 csaj. Filmeztem elvetkőztek, be voltak baszomány éjszaka, bulisztak, meg mit tudom én, aztán hát már rólam is letépték azért a pólót, hogy én is legyek félmeztelen, most leveszem a szemüveget, vagy fölhúzom, és az volt a lényege neki, hogy egy fickó járkált kívül a kerítésnél, észre is vettem, hát ugye nekem nem az volt a dolgom, hogy szétpiáljam magam, meg bulizzak mindenkivel,
mondjuk ittam velük, tehát megkínáltak ezzel azzal, de ugye nekem akkor is észnék kellett lenni, meg mindenre odafigyelni. Észrevettem, hogy egy fickó kint mászkál a kerítésnél. Tehát bent voltunk a... Már akkor kint volt egy háromszor a rendőrség, aztán bezavartak bennünket egy terembe. Mindegy, mert kint bulisztunk, aztán nagyon hangos, meg stb. Mindegy. Fölhívta a tulajdonost a fickó, mert látta kint a telefonszámot, hogy ő be akar jönni. Az meg fölhívott engem, hogy valaki be akar jönni, tüntessem onnan el. Ez volt a lényeg, és kimentem. Egy 60 éves fickó látta, hogy a nők bent az épületen belül, a nagy ablakok voltak, aztán be lehetett látni, hogy félmesztelenül táncolnak, buliznak, meg se, de ez magánrendezvény volt, érted? Nem lehet besétálni. Aztán ott üzi a kerítésnél, ott örjöngött tényleg, itt láttam, hogy már mászni akartál. A faszomat mondom, hát meg, megyek oda, kimondom, mi a probléma? Hát, hogy be akar jönni bulizmél, látja, csak mondom, ide nem lehet bejönni, és kész. Hát ők pont azért választották ezt az átkörű rendezvényt, meg ezt a helyet azért bérelték ki, hogy ilyen emberek, mint te, nehogy már megzavarják őket. Na mindegy, hát akkor ő még egyszer telefonált a tulajnak, az meg megint nekem, tehát zaklatott mindenki mindenkit. Aztán, hát ugye volt bent körülbelül összesen a 40 csajjal 5 fiú. Mert azért kell a felügyelet nekik is, meg nem mindegy, szóltam, hogy gyerekek, tudom, hogy milyen állapotban vagy, gyertek már velem, kéne egy kis segítség. Nem, mintha egyedül nem tudtam volna bánni vele, de ugye nem akartam gondot. És gondoltam, hogy ez egy nyomaték lesz. Tehát egy kicsit nyomatékosítjuk, hogy nem fog bejönni ide. Tényleg ott azért ugrált a kerítésnek, kinyitottam a kaput, kimentünk, elkezdtünk el beszélgetni. Hőbörgött, mert hullarészek volt, de hát egyébként mindenki, belül is, kívül is, stb. Én is piázgattam már, stb. És utána a srácok mondták, hogy öljük meg, tehát mondom, nem, ez a megoldás, nem, tehát egy megoldás van csak. Ő elsétál, tudtam, hogy hol szállt meg, szembe volt egy ilyen vadászház, vagy mi a picsa, vadász volt az ürge, elő is vette kést, tehát azért mesélem a sztorit. A hadonászat össze-vissza egy kés egy vadásztőre, hogy ő majd itt belénk szurkál, meg akkor is bejön, jaj, mondom, jó van, be vagy rúgva, meg indulatos vagy, meg stb. De ez most itt nem fog megtörténni, megmondom, mit csinálsz, szépen elmész aludni. Mert, aztán mondtam a lényeget, mert ugye mögöttem is a srácok már ott voltak tényleg ötlen, és akkor mondták, hogy menjünk, üssük, meg mit tudom, verjük, meg kaszaboljuk, meg mit tudom én. Mert látták a kést, érted, az nem voltak beszarva, hát mindenki részeg volt. Egyébként ki van beszarva? Na mindegy, mondtam a fickónak, hogy na, húzzál szépen a helyedre aludni, bennünket meg hagyjál békén, és felejtsd el azt, hogy ezt láttad, ami itt történik. És ugye hát azzal fenyegette meg, hogyha még egy lépést teszel felém a késeddel, akkor én nem biztos, hogy el fogom tudni venni tőled, de még mielőtt megtennéd, hogy engem megszúrsz, kihívom a rendőrséget. Tehát aznap már háromszor voltak kint, ugye a hangerő miatt. Meg a viselkedésük miatt, a csajok, ahogy viselkedtek, tehát botrányos volt. Na mindegy, tehát felügyelem kellett az egészet, de sikerült. Fiszko elment aludni, rábeszéltem, mondtam neki, hogy nem tesz ez jót neked, hogy te itt baszakodsz velünk, meg stb. Te nem akarsz magadnak bajt, nem akarsz a rendőrségen a fogdába aludni, menjél inkább a helyedre aludni, stb. Biztos eleget ittál már. Egyébként általában, hogyha elkezdtem sörözgetni, általában sörözgetni szoktam. Azt lazán el tudom viselni végig. Úgy, hogy észnél vagyok, tudom, hogy mit beszélek, tudom, hogy mit csinálok, stb. Jól esik, meg mit tudom, de nem befolyásolja. Na, igen. Rüntyi, már valamit csinálnak. Ez valami motoros permetező lesz, érted, mint nem tudnának kézből permetezni. Minden szar permeteznek, ez milyen érdekes, érted? Soha nem permeteztem még semmit. Mindig ugyanannyi gyümölcsöm van. Ez ugyanaz, mint a védőoltás. Tehát, hogyha van, mit tudom én, valami járvány, akkor mit tudom én, van 1000 ember, abból 990 beoltja magát, a maradék 10-nek nem kell. Miért? Hát mert, érted? A 990 már védett. Hogyha esetleg én beteg leszek, az legyen az én dolgom. Itt is ez van, nem kell permeteznem soha semmit. Tényleg, egy kulcson sem, amikor volt terpünk. De hogy permeteztem, ez rengeteg gyümölcsfánkok. Soha nem permeteztem, de mindenki permetezett mindent egyébként, tehát az összes gyümölcsfáját. Én meg úgy voltam vele, hogy dehogy fogok permetezni, pont azért, mert ti permeteztek. Nekem ezért nem kell. Tehát ti védtek meg engem azzal, hogy ti majd eszitek azt a szart, amit lepermeteztek, én meg eszem azt. Én szeretem a gyümölcsöket, mert nem fogok permetezni semmit. Sajnálom a földet, mert dehogy fogom a... lemossa az eső a földbe, hát azt hiszed, hogy ennek nincs nyoma, amit csinálsz, permetezel? Motoros háti permetező, bazd meg.
Virágzáskor. Á, faszom. Na ennyi.